A fizetési kötelezettség az gyakorlatilag az előző időszakokban importált áruknak a CO2 kibocsátására fog alapozni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy már most odafigyeljenek a gazdálkodók erre a kérdéskörre, hiszen a következő időszakban riportált adatok fogják meghatározni majd a 2026-ban várható fizetési kötelezettségeket. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a PwC Magyarország Gazdálkodj Okosan podcastja. A mai témánk a szívem a karbonvám lesz. Évi, mi is ez a karbonvám? Mesélj nekem, légy szíves róla egy picit. Hát a szabályozás hivatalos neve az, hogy az importáruk karbon intenzitását ellensúlyozó mechanizmus, de azért ez egy elég összetett név, és mivel az import termékekhez kapcsolódik ez a kötelezettség, és a későbbiekben fizetni is kell, ezért szoktuk karbonvámnak nevezni. Értem, és akkor jól gondolom, hogy akkor ez a harmadik országos importokhoz köthető, tehát hogyha egy európai uniós gazdálkodó, egy magyar gazdálkodó EU-n kívülről hoz be egy bizonyos árut, akkor kell majd neki ezt fizetnie. Így van, tehát ez mindenképpen harmadik országokhoz kötődik, tehát az Európai Unión belüli kereskedelmet nem érinti ez a kötelezettség. Minden egyes termékre vonatkozik? Tehát bármilyen terméket hozok be az Európai Unió területére, akkor nekem fizetési kötelezettségem merül majd föl? Nem, ez egy szűkebb, sokkal-sokkal szűkebb kört érint, de azért mégis jelentős, mert azért nagyon sok gazdálkodónak az áruja érintetté válik. Azoknak a szektoroknak kell kiemelt figyelmet fordítani ezekre a szabályokra, akik alumínium terméket importálnak, vas és acél terméket, cementet, trágyázós szereket, áramot vagy hidrogént, de gyakorlatban onnan kell néznünk ezt a kérdéskört, hogy a rendelet, a CBAM rendelet mellékletében meghatározza pontosan azokat a vámtarifa számokat, amelynek az importja CBAM kötelessé teszi ezt a beszerzést, tehát gyakorlatilag vámtarifaszám szintjén meg van határozva, hogy mikor köteles egy adott áru. Értem, és abban az esetben, ha mondjuk én importálok termékeket harmadik országból, de nem ezeket a típusú termékeket, amiket említettél, akkor megnyugodhatok, hátradőlhetek, hogy engem a jövőben nem fog érinteni ez a CBAM kötelezettség? Hát itt két szempontot szoktunk kiemelni. Az egyik az, hogy akinek gyártó tevékenysége van, és nagyméretű gyártó gépességeket alkalmaz, azoknál azért elég gyakran előfordul, hogy olyan speciális alkatrészeket vagy egységeket kell importálniuk, amik beleesnek ebbe a szabályozásba. Úgyhogy nekik mindenképpen kell figyelniük. Illetve az se dőlhet hátra, akik nem, egyáltalán nem érintettek ezekkel a témakörökkel, mivel az Európai Bizottság bővíteni tervezi a CBAM köteles termékeknek a körét. Már a rendelet is kijelenti, hogy a polimerekkel kapcsolatos bővítést, azt vizsgálni szükséges, és az információink szerint az Európai Bizottság már keresi azokat a vámtarifa számokat, amelyeknek a beemelését tervezik, tehát itt már elég előre haladott a bővítésnek a jogalkotási fázisa, de ezen kívül több terméknek a hatásvizsgálata is folyamatban van. Ilyen termékek például a gépjárművek, illetőleg a hűtőszekrények, tehát ezeknek is vizsgálja a bizottság, hogy milyen hatással lenne a kereskedelemre, gazdaságra, hogyha ezek az áruk CBAM kötelesek lennének. Értem, tehát akkor érdemes ezt napra készen figyelni, hogy milyen típusú termékek tartoznak a hatály alá. Milyen feladatok kapcsolódnak a CBAM-hez? Van esetleg valamilyen adminisztratív kötelezettség, van-e fizetési kötelezettség, ha ikor, mikortól? Igen, itt minden van, mindenféle kötelezettség, ezt így a legjobb talán megfogalmazni. A jelenlegi időszakot egy adminisztratív kötelezettség jellemzi, hiszen a gazdálkodóknak az importjuk kapcsán riportokat kell benyújtani az Európai Bizottság felé. Ez a jelentés az, ami most leginkább foglalkoztatja a mi ügyfeleinket is, ez a jelentéstételi kötelezettség, de ahogy megyünk előre az időben, egyre bővülni fog a kötelezettségeknek a köre. 2025-ben arra kell figyelni, hogy egy engedélyezett CBAM nyilatkozattevői engedélyt kell megszerezni mindazoknak, akik szeretnének a jövőben CBAM köteles importot végrehajtani, illetve 2026-tól lép majd életbe a fizetési kötelezettség, amikor már CBAM certifikéteket, tehát CBAM tanúsítványokat kell majd vásárolni egy meghatározott rendszerben a gazdálkodóknak, és gyakorlatilag az importnak a feltételévé válik az, hogy a CBAM kötelezettségeket teljesítsék. És akkor már csak egy utolsó kérdésem lenne,
mi lesz a fizetésnek az alapja, tehát mi alapján dől el, hogy mennyi tanúsítvány kell nekem vásárolni, mennyit kell fizetnem. A fizetési kötelezettség az gyakorlatilag az előző időszakokban importált áruknak a CO2 kibocsátására fog alapozni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy már most odafigyeljenek a gazdálkodók erre a kérdéskörre, hiszen a következő időszakban riportált adatok fogják meghatározni majd a 2026-ban várható fizetési kötelezettségeket. Ami nagyon fontos, hogy tényleges adatokra kell alapozni. A bizottság nem változtat azon az álláspontján, miszerint a tényleges kibocsátási adatokat kell a 2025-ös évben, sőt, már most július 1-től riportálni, és a későbbiekben a fizetési kötelezettség is ezeken fog alapulni. Értem, nagyon szépen köszönöm. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk a következő podcastjainkon. Viszontlátásra!